alkotja. Hagyományőrzés a csoport legfontosabb célja. Több községből verbúváltak tagjai. Csólyospálosból, Forráskútról, Kömpöcről, Szankról és Ülésről. Minden tag nagy örömmel jár citerázni és énekelni. A névnapokat és kerek évfordulós születésnapokat együtt tartják meg, ahol a népdalokon kívül kedvenc nótáikat is eléneklik. Községeik ünnepeinek állandó szereplői. Az idén több helyen és alkalommal felléptek és fellépnek. Több zenekarral és kórussal tartanak kapcsolatot, egymás népzenei találkozóin örömmel vesznek részt. 2023-ban a Kóta által rendezett országos minősítő verseny területi fordulóján Kiskunmajsán ezüst oklevelet kapott a csoport. A mai csokruk címe Zöld erdőnben demagos című népdalcsokor, Készfogás című ének. A csoport vezetője Csontos Erzsébet, ének, zene és néptánctanár. Fogadják szeretettel! Bocsánatot kérünk, de ugyanaz a csokrunk, mint az előttünk lévő tamburásoknak. Nem beszéltünk össze, véletlen folytán került így, úgyhogy ugyanezt énekeljék velünk is, és hallgassák a citer előadását.